Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ez a mai videó kimondottan kezdőknek szól majd. Tehát arról lesz szó, hogy hogyan tudnak a kezdő nyelvtanulók bemutatkozni, és egy másik embert bemutatni angol nyelven. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor rend, nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor kezdjük is el a mai témát. A legtöbb nyelvtanuló számára egy nagyon komoly problémát jelent az, hogy nem mer megszólalni angol nyelven, tehát nem mer beszélgetést kezdeményezni angol nyelven. És erről az esetek túlnyomó többségében nem a nyelvtanuló tehet. Hiszen a tanórák túlnyomó többségén a diákok passzívan ülnek, és lehetőleg csendben ülnek, és várják azt, hogy a tanár egyszer majd rájuk mutat, vagy felszólítja őket, és akkor válaszolnak majd néhány kérdésre, vagy mondanak néhány mondatot, és ennyi. Tehát aznap már valószínűleg nem fognak többet szerepelni azon az órán, és a jövő héten a következő alkalommal majd újra játszhatnak. Viszont a való élet ugye teljesen másféle feladatot állít egy nyelvtanuló elé, teljesen mindegy, hogy az kezdő vagy haladó szinten van-e. Ha külföldre mennek, vagy külföldiek között kell kommunikációt folytatni, akkor általában a diáknak, a nyelvtanulónak kell aktívnak lennie, kérdeznie, intézkednie, ugye a család magyarul tudó tagjai pedig ott állnak a háttérben, és csodálkoznak azon, hogy ez a dolog nem megy olyan flottul és tökéletesen, mint kellene, hogy menjen, és ilyenkor szokott elhangozni az a klasszikus mondat a szülők szájából, hogy már 3 éve tanulsz angolul, és egy kiló kenyeret se tudsz kérni. Ami ugye jól tönkre is vágja a tanulóknak a motivációját. Úgyhogy egy szó mint száz, a diákok sajnos nagyon-nagyon keveset beszélnek az órákon, és utána pedig a családdal együtt várják a csodát, tehát hogy majd választékosan és folyékonyan tudnak majd angolul beszélni. Van egy borzasztó egyszerű szabály, ha beszélni akarsz angolul, akkor neked kell megszólalnod, és neked kell beszélned, lehetőleg minél többször. Én már több videót készítettem ebben a témában, tehát kifejezetten kezdő nyelvtanulók számára. Ha még nem láttad őket, itt fönt a kártyán megtalálod ezt az összeállítást, de eldöntöttem, hogy indítok ezen a csatornán egy olyan sorozatot, ahol nagyon-nagyon alapszituációkat fogok angol nyelven bemutatni. A videó végén pedig lesz egy párbeszédes rész, tehát hagyok neked itt, én fogok mondani angol nyelvű mondatokat, és hagyok neked időt arra, hogy reagálj ezekre a mondatokra. Tehát tulajdonképpen velem fogsz gyakorolni nagyon egyszerű alapszituációkat, annyiszor és ahányszor, amennyiszer csak szeretnél. A legelső videó az a bemutatkozással indul, és a bemutatkozásról szól. Ugye ez tulajdonképpen a legfontosabb része a beszélgetés kezdeményezésének, be kell egyszerűen mutatkoznod valamilyen szinten külföldön. Legyen szó nyelvvizsgáról, állásinterjúról, egy külföldi munkahelyről, vagy legyen szó akár csak egy baráti beszélgetésről külföldi emberekkel, egyszerűen tudnod kell mondani néhány mondatot. Úgyhogy nézzünk egy nagyon-nagyon alap szituációt. Péter és Jack először találkozik, és elkezd egymással beszélgetni. Én arra kérlek, hogy kövesd a videó leírásában ezt az alapszituációt, látni fogod, hogy melyik fél mit mond, és hogyan reagál arra a másik. Hello. Hi. My name is Peter. What's your name? My name is Jack. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I'm from Hungary. Hungary? Are you from Budapest? No, I'm not from Budapest.
I'm from Debrecen. Oh, sorry about that. That's okay. And where are you from? I'm from London, but I'm not British. No? What are you then? Well, my parents were Spanish, so I'm Spanish too. That's very interesting. Spain is a beautiful country. What do you do? I'm a doctor. And what about you? I'm a student. Ugye, borzasztóan egyszerű mondatok, alapvető bemutatkozási szituáció. Nézzük meg a videó végén, hogy milyen szófordulatokat használtunk a bemutatkozásnál. Ugye a legelső a my name is. Ugye, így hívnak engem. Where are you from? Honnan jössz? Honnan származol? I'm from... Ugye, itt elmondod az országod nevét, vagy a városod nevét, hogyha az ismerted. És utána visszakérdezhet, are you Spanish, American, Chinese, etc. Tehát megkérdezheted a beszélgető partnered hova tartozását, nemzetiségét. Nézzük a következő nagyon egyszerű szituációt, más emberek bemutatása. Nagyon könnyen előfordulhat, akár egy nyelvvizsgán, akár a való életben, hogy miután te bemutatkoztál, be kell valakit mutatnod. Ez lehet egy kollégád, egy barátod, egy családtagod, vagy a nyelvvizsgán egy másik vizsgázó. Nézzük, hogyan tudod ezt megtenni. Peter, I would like you to meet Mary. It's a pleasure to meet you. How do you do? How do you do? Mary works for a bank. Ugye, milyen szófordulatokat tudunk használni, amikor egy másik embert szeretnénk bemutatni. Például, I don't think you have met Mary. Nem hiszem, hogy találkoztál már Maryvel. Ugye, ez egy nagyon jó indítás. I don't think you know Mary. Nem hiszem, hogy ismered Maryt. Vagy egy kicsit egyszerűbben, may I introduce you to Mary? Bemutathatlak téged Marynek? És a végén, teljesen informálisan és kötetlenül, do you know Mary? Ismered Maryt? És végül nézzünk egy búcsúzást. Goodbye Jack, see you tomorrow. Bye Peter, have a nice evening. Thanks, you too. Thanks, bye. Ugye, milyen szófordulatokat használtunk itt? A legalapvetőbb goodbye. Goodbye, ugye? Viszlát, viszlát. Utána mondhatjuk, hogy see you tomorrow, látlak téged holnap, vagy see you this weekend, látlak téged a hétvégén, vagy see you next week, találkozunk a jövő héten. És végül még elmondhatsz egy olyan mondatot, hogy have a nice day, have a nice evening, have a nice week. Legyen szép napod, legyen szép estéd, legyen szép heted. És akkor, ahogy ígértem, a videó végén nézzünk egy rövid beszélgetést és egy bemutatkozási helyzetet. Szintén a mondatokat megtalálod lent a videó leírásában. Én arra kérlek téged, hogy próbálj meg reagálni az én mondataimra, hagyok erre időt. Ha nem megy, vagy ha bizonytalannak érzed, akkor pedig nyugodtan többször jázd le ezt a rövid beszélgetést egymás után. Nos, akkor mutatkozzunk be egymásnak. Hello! I'm Tom. How do you do? Are you from the USA? Oh, that's interesting. What do you do in Budapest? Well, I'm a manager and I work for a hotel. And what about you? What do you do? Are you staying long here? If you are free tomorrow, I can show you the city. Does it suit you tomorrow at 1 p.m. at this location? Okay, so we will meet here. Till tomorrow. Bye. Nos, remélem, hogy tudtál reagálni
ezekre a mondatokra. A videó végén én köszönöm, hogy megnézted ezt a rövid összeállítást, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Szeretnélek megkérni arra, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!